Hölgyeim és uraim! A Dancing Savary csoport! Vagyis Krisztus kreativitás kultúra. Krisztus azért, mert alapvetően a keresztény fiatalok munkája más fiataloknak. Kreativitás, mert a zenén, táncon és drámán keresztül érhetőek el a fiatalok, fejlesztve a testet és a lelket egyaránt. Kultúra, hiszen a dancing olyan sokszínű, hogy mindenki megtalálja benne azt, amit igazán szeretne csinálni, a hangszeres játéktól kezdve a drámajátékon át a táncos koreográfiáig bármi. A Tenszinkben egy olyan világméretű közösséghez tartozhatok, ami nem csak az alatt határoz meg engem, amíg itt vagyok a próbákon vagy az előadásokon, hanem jóval azután is fontos szerepet fog betölteni az életemben, hogy már magam mögött hagytam. És úgy vélem, hogy mindazok, akik látják, hallják a mi koncertjeinket, előadásainkat, azok egy olyan dinamikusan működő közösségben nyernek betekintést, ahol az Istenre figyelés találkozik a zenével és a fiatalok kreativitásával. És hogy mit is értek dinamikus közösség alatt, ezt most meg is mutatom. A forrás, olyan örömöt kaptam tőled, Istenem. Olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás. Olyan örömöt kaptam tőled, Istenem. Olyan békét... Kimozdít a hétköznapokból és erőt ad. Megmutathatjuk más embereknek, hogy milyen jó táncingesnek lenni, és hogy ilyen kreatív munkát milyen jó végezni. Az elejétől fogva egy olyan közösség vagyunk, aki a színjátszás, a zene és a prózai szövegek által egy családdá kovácsolódik. És mindezt Jézus nevében csináljuk itt a táncinggel. Ilyen csapattal azelőtt talán még a pályám során nem dolgoztam. Ezek a fiatalok egész, mondhatjuk, hogy ezáltal a közösség által egész mások, mint a egyéb iskolai csapatok vagy csoportok. Sokkal több időt is töltünk ugye együtt, sokkal jobban összeszoktak, még úgy is, hogy esetleg új tagok érkeznek, egy összeszokott jó kis csapat, és hát itt azért nagyon sok mindennel meg is kell küzdeni, nagyon sok pozitív dologban van részünk, és ez úgy alakítja őket és formálja őket, úgyhogy. Csapat tagjai idővel egy olyan közösséggé alakultak, akik szívesen töltik el együtt szabadidejüket, és nyitottak új emberek befogadására is. Nagyon jól érzem magam, hogy alakulás óta itt vagyok, nagyon sok mindenen keresztül mentünk, sok minden változott az előadásokban, sokat fejlődtek az előadások, ezt érezzük mi is, hogy fönnállunk a színpadon, és igazából egy kis családnak mondható, én úgy érzem, hogy én ide hazajárok. És hogyha át tudjuk adni azt, hogy valóban lehet olyan közösség, olyan csapat, olyan társ az ember mellett, aki éle, az életének, a hétköznapoknak értelmet és célt ad, hogyha ebből át tudunk valamit adni, és hogyha arra tudjuk motiválni minket, meghallgatókat, hogy alakítsák ki a saját dancing csoportjukat a saját hazájukban, a saját otthonukban, akkor azt hiszem, hogy az már egy nagyon, nagyon szép cél és nagyon örömteli alkalom lehet. Így szeretnénk eljutni a Felvidék Magyar Lakta közösségeihez, hogy ott is megmutassuk az anyaországtól elszakadt magyaroknak, hogy milyen jó kis keresztény közösséget, csapatot, együttmunkálkodást lehet megalkotni, ahol jól érezhetik magukat, ahol kipróbálhatják magukat, ahol együtt lehetnek hasonló korú, hasonló élethelyzetben lévő fiatalokkal.